Kevesen vannak, akik ne ismernék Szent László király Hermáját. A tavalyi év egyik legnagyobb tudományos kutatási eredménye volt, hogy a Magyarság Kutatóintézet archeogenetikai vizsgálatokkal igazolni tudta, hogy a fej erekje tartó valóban a lovak király koponyájának egy részét tartalmazza. Az ilyen és ehhez hasonló kutatások hátteréről tartott előadást csütörtökön az intézet genetikusa Varga Gergely. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közösségi termében tartott eseményt a Hét határon túl családkutató egyesület szervezte meg. Amit most bemutatok, ez az első fázisa a kutatásnak. Itt egyetlen Árpádházi királyunk, harmadik Béla maradványai maradtak ránk, illetve Szent László győri Hermájában őrzött erekét is vizsgáltuk, és ennek a két maradványnak a genetikai vizsgálata az, ami eddig megtörtént, illetve azonosítottunk még egy Árpádházi személynek a maradványait, akinek a személyazonosítása folyamatban van. Varga Gergely hozzátette, az előadásban megmutatott kutatási módszereket a hétköznapokban családfakutatással foglalkozók is hasznosítani tudják. Nagyon hasonló, vagy esetenként ugyanazokat a módszereket használjuk mi is, mint amit egy mai modern DNS vizsgálat során elvégeznek. Így aztán a családfakutatók körében is egyre népszerűbb genetikai vizsgálatokhoz így tud kapcsolódni ez a terület, illetve maga a személyazonosítás az is egy családfa elemzéssel történik, így aztán így két ponton is kapcsolódik az előadásom a családkutatáshoz. A Hét határon túl családkutató egyesület másfél éve alakult meg, amely területében Szabolcs-Szatmár-Bereget és a vele két határos vármegyét fedi le. Nagy István, az egyesület elnöke elmondta, a kutatásokon túl számos történelmi témájú közösségi esemény megszervezésében vállaltak szerepet, munkájukat pedig a jövőben a Nyíregyházi Evangélikusok Egyházközsége is támogatja. Megtartottuk a harmadik helytörténeti családkutató konferenciáját, megye határon túl is tartottunk most már előadásokat, konferenciát, Hajdúsámsomban, illetve megemlékeztünk az 1848-49-es szabadságharcban Márti halált hat hősökről, a 199 éve született Balkányi Szabó Lajosról, ő neki például Kossuth Nótát köszönhetjük, illetve három együttműködési, szakmai együttműködési megállapodást kötöttünk különböző intézményekkel. Legutóbb a Nyíregyházi Evangélikus Egyháza kötöttünk egy ilyen megállapodást. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a mai esemény az első gyümölcse ennek a megállapodásnak. A Családkutató Egyesület ennek apropóján idén az evangélikus tirpákok betelepítésének 270. évfordulójáról is megemlékezik, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy később Nyíregyháza vált a vármegye székhelyévé. Az egyesület az eseményen tiszteletbeli tagot is választott, a díszoklevelet Pócsi Zsolt, Nyíradony helytörténeti kutatója vette át Nagy István elnöktől.